Sziasztok! Nem olyan régen készítettem egy videót a rendrakás művészete címmel, és nagyon örültem, mert úgy vettem észre rajtatok, hogy titeket is érdekel ez a téma. Ami kapóra is jött, ugyanis én most hatalmas nagy gardrób frissítésben vagyok, vagyis gardrób rendszerezésben, gardrób felújításban, nem is tudom pontosan, hogy mondjam. A lényeg, hogy az utóbbi időben, ahogy a hol videókban is láthattátok, jó sok ruhát felhalmoztam, és ez most már odáig fajult, hogy amikor kinyitom a szekrényemet, akkor nem jó kedv tölt el, nem izgatottság, hogy mit vegyek fel, hanem gyakorlatilag káosz és stressz, ugyanis túl sok minden van most már egyértelműen is, ezért már nem érzek örömöt az öltözködéssel, a reggeli ruhaválasztással kapcsolatban, mert szinte érzem, ahogy szinte zúdulnak ki a szekrényből a ruhák, ezért már jó ideje elhatároztam, hogy átnézem az összes ruhámat, és eldöntöm, hogy mi az, amit meg szeretnék tartani, hogy tényleg jó dolog legyen újra az öltözködés, illetve lássam azt, hogy milyen ruháim is vannak, tényleg azok, amiket hordok és szeretek, és mi az, amire esetleg még szükségem van, mik azok a dolgok, amikkel tényleg újítani lehetne a gardróbomat, és már régen elhatároztam ezt, de hát nem egy kis munka lesz, úgyhogy sok időt igényelt az, hogy végre tényleg belevágjak, de ma belevágtam. Az akasztós szekrényemmel kezdtem, ami sikeresen ki is lett takarítva, és igazából most annyira belejöttem, hogy lehet, hogy tovább folytatom, viszont a mellette lévő szekrény az tényleg káosz. A lényeg, hogy ebben a videóban az én gardrób rendszerező, gardrób frissítő tippjeimet fogom veletek megosztani, ami részben egyébként ez a Life Changing Magic of Tidying Up könyvhöz kötődik, illetve részben saját ötletek. Úgyhogy remélem meghozom a kedveteket nektek is ahhoz, hogy egy kis tavaszi gardrób frissítést csináljatok, úgyis az évszakváltás miatt ez most aktuális. Is. Nézzük is! Elsőként nagyon fontos, hogy ha belevágsz a gardrób rendezésre, akkor minden egyes ruhadarabot vegyél ki a szekrényből. Ha csak úgy végiglapozgatnád így a válfás ruháidat, vagy így végignéznéd a polcokon, hogy milyen ruháid vannak, akkor biztosan el fog siklani olyan darabok felett, amit amúgy kidobnál, vagy elajándékoznál, stb. Tehát az első lépés az az, hogy minden egyes apró, kicsi, nagy, bármilyen ruhadarabot kiveszel a szekrényből, amíg az teljesen üres nem lesz. Ha ez megvan, és egy kupacba összegyűjtötted a ruhákat, akkor el kell dönteni az, hogy mi is az, amit megtartasz, és visszakerül a szekrénybe. Ilyenkor érdemes néhány kérdést feltenni magadnak. Persze vannak olyan ruhák, amikhez a hozzányhoz már ösztönösen tudod, hogy ezeket bizony meg szeretném tartani, de van néhány ruhadarab, aminél nehéz a döntés. Ilyenkor, ahogy a könyv is megmondta, az első kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy örömet okoz-e. Ez már nagyon-nagyon sokat segít. Ha ezzel sem tudnád teljes mértékben eldönteni, akkor én azt szoktam megnézni, hogy a múlt évben viseltem-e azt a ruhát egyáltalán. Mert nagyon sok olyan ruha van, amit egyáltalán nem is viseltem, de mindig csak tartogatom meg, hogy hú, de jól néz ki, majd lesz rá egy alkalom, hogy fölvegyem, de nem lesz. Úgyhogy, ha nem viselted az utóbbi évben, akkor érdemes megszabadulni tőle. A harmadik hasznos kérdés pedig az lehet, hogyha megnézed a ruhát, akkor gondolkozz el azon, hogyha most bemennél egy üzletbe, akkor is megvennéd. Mert lehet, hogy régen tetszett, de azóta változott már az ízlésed, és biztosan nem fogod fölvenni. Úgyhogy szerintem ez alapján, a három kérdés alapján viszonylag jól el lehet dönteni, hogy mi az, amit megtartasz, és mi az, amit nem. Ezután három kategóriával szoktam csoportosítani a ruhákat. Az egyik kategória az, amit megtartok, és visszamegy a szekrénybe. A másik kategória az, amit eladományozok, a harmadik kategória pedig az, amit elajándékozok barátoknak, rokonoknak, tehát aminek tudom a sorsát, illetve blogszélre fölkerül, hogy Facebookon van egy mappám, ahol a ruháimat szoktam eladni. Még ezek az újak nem kerültek oda föl, de szerintem a jövő hét folyamán föl fogom tenni őket, úgyhogy majd nézzétek meg. Szóval ilyenkor három kategóriába osztom a ruháimat. Ha megvan, akkor még egyszer végignézem azokat, amiket megtartásra ítéltem, hát ha becsusszant oda valami, amit már meggondolnék, és ilyenkor is tényleg szokott lenni, amikor még 4-5 ruhadarabnál inkább úgy döntök, hogy azok mégsem kerülnek vissza. Ha kialakult, hogy mik azok, amik visszakerülnek a szekrénybe, jöhet a válfár akaszgatás, vagy éppen a hajtogatás, és visszateszem őket a szekrénybe. Én úgy szoktam, hogy hátulra, vagy a nehezebben elérhető részre teszem azokat a ruhadarabokat, amiket ritkán viselek. Itt azok kerültek hátra, amik alkalmi, elegáns ruhadarabok, amiket úgy ritkában viselek. Azután pedig évszakok szerint szoktam csoportosítani. Megint csak viszonylag hátra kerülnek most éppen a nyári pici ruhák, romperek, nagyon vékony kis ruhadarabok, és utána arra a részre, ahová gyakrabban nyúlok, ami könnyebben elérhető, ott az éppen aktuális ruhadarabok.
ezeken a kategóriákon belül is próbálok arra figyelni, hogy egy hosszúsági sorrendet tartok, a nehezebben elérhető, vagyis nálam igazából a szekrény jobb oldala az, ahol a hosszabb ruhadarabokat tárolom, és bal oldalt pedig a rövidebbek vannak. Igyekszem egy válfára kettő ruhadarabnál többet nem rakni, és azt is inkább úgy, hogy egy blúz és egy blézer, tehát ami könnyen átlátható, mert ha egy válfára fölhalmoztok 1 millió 1 ruhát, akkor egészen biztosan nem fogjátok átlátni, és megint abba a hibába eshetünk, hogy elsiklunk olyan darabok felett, amiket amúgy szeretünk, de így nem tudjuk őket felvenni, és egészen pontosan ilyen válfáitok lesznek, mint például ezek. Látjátok? Ezekre annyi ruhát felzsúfoltam, hogy teljesen elvesztették a formájukat, úgyhogy egy válfára maximum 2, na jó, ha esetleg nyári, vékony, könnyű darabokról van szó, akkor 3 ruhadarab kerüljön, és így sokkal, de sokkal könnyebben átlátható lesz a szekrény. Nos, én ezeket a fő irányelveket szoktam betartani a gardróbom frissítésénél, rendrakásánál, úgyhogy most nagyon elégedett vagyok az akasztós szekrény alakulásával, úgyhogy most tényleg egy kicsit inspirált és ösztönzött ahhoz, hogy folytassam a rendrakást, mert tudom, hogy milyen nehéz volt most rávenni magamat, és most már a hangulatban vagyok, akkor lehet, hogy megcsinálom az összeset, és rengeteg ruha van itt most, ami blokkszélre, illetve adományozásra vár, úgyhogy az még egy újabb meló lesz, hogy azokat összepakoljam. Remélem tetszett nektek ez a videó, és hasznosnak találtátok, és meghoztam a kedveteket egy kis rendrakáshoz. Írjátok meg kommentben, hogy nektek milyen fő tippjeitek vannak, illetve írjátok meg, hogy hány darab ruhától sikerült így megszabadulnotok. Én is meg fogom számolni, és már előre félek, hogy milyen óriási nagy szám lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!